Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 19-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt. Ez a ló előre szeretne menni, de ő fékezi ezt a mozgást. Miért? A kezében van ez az arany érem. Az mutatja az anyagi dolgokat, vagy a munkahelyi körülményeit, tehát itt vannak neki nehézségei. De ez az arany érem mutatja az értékeket is. Valami lelassul itt. Vagy nem kapja meg ezt a bizalmat, vagy ezt a hozzáállást a párkapcsolathoz, és emiatt most ő inkább visszahúzódó. Viszont, ha ti őt dicséritek, akkor lesz itt mozgás. Ő erre vár. De ennek ellenére mutatja a kép az anyagiakat. Tehát ez itt a középpontban áll a jelen pillanatban. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez a főpap mutat valamit a kezében, egy irat, egy dokument, vagy egy levél. Az lehet neki kellemes, mert így előre mennek az események, és megkapja ezt a dicséretet, de az is lehet, hogy ebben a levélben valami rossz áll, és emiatt ő most jelenleg visszahúzódó, de ez az irat nem a kapcsolatra utal köztetek, hanem az anyagiakra, vagy az ő munkahelyére. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Itt van egy tolvaj. Ennek az a jelentése, hogy a tolvaj elvisz valamit, és ez elveszik. Ez lehet az is, hogy valaki pénzt akar tőle, és emiatt vannak a gondolatai az anyagiak miatt. Viszont ez a tolvaj mutathatja az érzelmeket is, ha ő fél attól, hogy elveszít titeket, mert jön valaki, aki elvesz titeket tőle. Ezek az ő érzelmei, vagy félelmei. Viszont ez a tolvaj itt mutathat valami jót is, ha valami rossz elveszik. Mert a képeknek van szimbolikus jelentése. Ha neki itt nehézségei vannak az anyagiak területén vagy a munkáját illetően, akkor ez a tolvaj jelentheti azt is, hogy ezek a nehézségek elmúlnak. A napi kártya mutatja itt az álmokat, tehát jóra fordulnak a dolgok. Az most fontos, hogy ti mellett álljatok, mert ő fél attól, hogy elveszít benneteket.
És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videófelvétel áll néven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!